A Kisfaludi utca alatt húzódó ivóvíz és szennyvízvezetékek életkora meghaladja az 50 évet. Cseréjüket régóta tervezi az önkormányzat. A régi, rossz állapotú AC vezeték helyett korszerű, nagyobb átmérőjű műanyag cső kerül beépítésre 137 folyométer hosszon. A projekt keretében két darab a földfeletti tűzcsap is elhelyezésre kerül. A szennyvízcsatorna az ivóvizetekhez hasonlóan az 1970-es évek elején épült. A diagnosztikai vizsgálatok kimutatták, hogy egyes szakaszokon kontrás a csatorna, illetve visszadúzasztások tapasztalhatók az aknák környezetében, ezért 139 méter hosszan új szennyvízcsatorna készül. A közműrekonstrukciót útépítési munkák követik. 150 méter hosszan teljes szélességében megújul a burkolat a Kisfaludi utcában, ahol a csapadékcsatornát is kicserélik. A bank előtti parkolóhelyeket pedig térkővel látják el. Az Alegerszeg megyéváros önkormányzata két évvel ezelőtt fogadta el azt a beruházási stratégiai tervet, hogy a belváros, tehát a közvetlen belvároshoz kapcsolódó utakat, tehát az Adi utca és a Kisfaludi utak által határolt területet teljes egészében megújítja. Ennek a projektnek az első üteme tavaly elkészült, hiszen a Rákóczi úttól egészen a Kisfaludi útig az Adi utcát teljes egészében meg tudtuk újítani. Erre a projektre ráfűzve szeretnénk a Kisfaludi utcát is megújítani az idei évben, és az EON-nal közös beruházás keretében a Kossuth Lajos utca és az Adi utca közötti első szakaszon július 1-től indulnak a kivitelezési munkák, majd pedig az Adi utcától a Mártirok útig terjedő szakaszon pedig július 22-től az EON gázvezeték rekonstrukcióját hajtja majd végre beruházás keretében. A Kossuth és az Adi utca között teljes útzár mellett zajlanak majd a munkálatok. Az OTP mögötti parkolót a Petőfi utca felüli megközelítéssel továbbra is használhatják az autósok. Ugyancsak nyitva lesz a bankkal szemközti nagy parkoló, ahová a zsinagóga irányából biztosítják a behajtást.